Az újvidéki áldozatok számát még mindig csak becslésből tudjuk, mondta Matuska Márton, a téma kutatója. Hozzáfűzte, hogy az első becslést dr. Mészáros Sándor történész végezte a 90-es évek vége felé. Különböző népesedési, meg egyéb szempontokat figyelembe véve arra az eredményre jutott, hogy Újvidéken történt a legnagyobb vérengzés 44-45-ben a magyarok között. Az áldozatok számát olyan 1500-re becsülte. Azóta, hogy ez a 13. itt maradt, nem állítunk újabb nagy keresztet, hanem azért küzdünk, hogy fölállítsuk, fölépítsük, vagy a magyar állam, vagy a szerb állam, vagy mind a kettőnek a segítségével a Makovesz Imre által ide tervezett emléktornyot. A polgárok mellett egyházi és közéleti személyiségek is lerótták kegyeletüket. Bácsföldváron a VMDK szervezésében a katolikus temetőben emlékeztek meg az 1944-45-ben kivégzett ártatlan áldozatokról. A kegyelet virágait a VMDK és a VMS képviselői helyezték el. A szertartás ünnepélyességét az Óbecsei Szkóla Kántrum énekkar növelte. Délvidéki magyarság ezen a napon, Minden Szentek napján és Halottak napján emlékezett meg azokról az ártatlan magyar áldozatokról, akikről máskor nem emlékezhetett meg, és egyébként ez időben is egybeesik 1944 véres őszével, illetve mindazzal, ami azokban a napokban történt. Óbecsin az önkormányzat által a belvárosi katolikus temetőben emlékeztek meg az áldozatokról, ahol Fuderer László atya imáját követően a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör dúdoló kórusának énekei hangzottak el. Nagyon fontos nekünk emlékezni, mert ez a régiója Bácskának különösen érintett volt a 44 év végi, illetve 45-ös kivégzések szempontjából. Nagyon sok magyar ártatlanul esett áldozatul. A kópjafánál többek között a községi képviselőtestület, Óbecse önkormányzata, a VMS, a VMDK, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, az Óbecse Közösségért Polgári Szövetség, valamint a Támfivérek Értelmiségi Kör és a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör képviselői helyezték el a koszorúkat.